A Covid-járvány miatt nehezebb gazdasági évvel számoltak Tamásiban, mondta Porka Ferenc polgármester. Ezzel szemben a második fél év eredményei túlszárnyalták a várakozást, így nyugodtan tervezhetik a következő évet. 2021 tragikus eseménye a turisztikai szempontból is zászlóshajó Tamási fürdőben keletkezett tűz volt. A helyreállítás munkái megkezdődtek, így várhatóan jövő év elején már részlegesen fogadhatja a vendégeket. A helyreállításra, a tűzkár helyreállítására valószínűleg a megoldás az lesz, hogy a régi fürdő felújítással egybekezelendő az új fürdő épületének a felújítása is, tehát egy projekt keretében ezt nagy valószínűséggel meg tudjuk oldani. A jövő tervezésében már kiemelt szerep jut az elinduló Top Plus programnak, melynek lehetőségeiből elsősorban a lakótelepi városrész korszerűbbé tételét tervezi Tamási város vezetése. Itt nem magára a társasház épületére gondolunk, hisz ebből a forrásból azt nem lehet, azt nyilván a lakóknak maguk kell majd rendezni, sok helyen szépen alakítják is, hanem az utakat, a járdákat, a zöld felületet, a játszótereket, a Móricz Zsigmond lakótelepen a vízelvezetést, mind a két lakótelepen a parkolást. Első számú prioritás tehát a lakótelepeknek a rendbetétele. A jövő esztendőben kezdődik a katolikus iskola negyed kialakítása is. Ennek célja, hogy olyan magas színvonalú oktatási komplexum alakuljon ki, mely a város és környékének gyerekei számára ad alternatívát a továbbtanulás területén, és ezzel ez valamennyire a helyben maradást és a régióhoz való kötődést is szolgálja.